Dr. Őri Ajándok bevezetőjében örömének adott hangot, miszerint a kormány keleti nyitáspolitikájának köszönhetően a közelmúltban kétoldalú szándéknyilatkozatot írt alá Magyarország és Kína. Ez alapján a távol-keleti ország hazánkban létrehozna egy gyógyászati központot. A részletek még nem ismertek, de a természetgyógyász szerint fontos előrelépés lehet az együttműködés a gyógyszer nélküli gyógymódok elterjedésében. Az előadás során, csatlakozva a tavalyi évben megismertetett meridián tornához, most a test energiavonalainak akupunktúrás pontjait mutatta be. A mai alkalom egy akupresszúra témakör, vagyis az akupresszúrás pontoknak a helye, az indikációi és a masszázs technikája. Ennek a jelentőségét az adja, hogy nyilván nem masszőröket képezünk, hanem az önmasszázs lehetőségével segíthetünk mindenki saját magán. Ugye ugyanaz a vezérfonal, mint a meridián tornánál volt tavaly, hogy mindenki felelős a saját egészségéért. Az előadás résztvevői megtudhatták, hogy a test legfontosabb meridián csatornáin milyen akupunktúrás és akupresszúrás pontok masszírozásával érhetnek el egészségjavulást. Vagy például azt, hogy belső szerveink más-más időszakokban különböző aktivitást mutatnak. A tüdő például a hajnali és a reggeli órákban a legaktívabb. Vagy hogy vannak olyan pontok, amiket érdemes úgynevezett mokszarudak égésének hőjével stimulálni a jobb hatás elérésének érdekében. A természetgyógyász szerint minden ember felelős a saját egészségéért. Ez elsősorban a hosszú távú egészséget szolgálja, de ugyanakkor vannak olyan pontok, ahol nagyon gyorsan lehet javítani a pillanatnyi állapoton. Ilyenről már beszéltem a meridián tornával kapcsolatban is, hogy akár elsősegélyt is lehet adni ilyen módon, de elsősorban ugye magunkról lévén szó, fenntarthatjuk akár egy ilyen kiemelt munkahelyen is a dolgozók egészségi állapotát, úgyhogy saját maguk részesei az egészségüknek. A Veszprém megyei önkormányzata társadalmi megújulás operatív program keretében közel 10 millió forint pályázati összeget nyert. Ennek a programnak a részeként tartották meg a keleti gyógymódokkal kapcsolatos előadást. Az egészségmegőrzésre irányuló alkalmak, klubfoglalkozások, előadások keretében a dolgozók megismerkedhetnek alternatív gyógymódokkal, elsősegélynyújtási technikákkal is.